25. alkalom alatt át a Győr sportjáért életműdíjat a Győri Sportcsillagok Emléke Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma. Budahelyi Tibor Munkácsi díjas szobrászművész alkotásából ezúttal két példány is készült. Az elismerést olyan nagyszerű sportemberek kaphatják, akik több évtizeden át maradandót alkottak Győrváros sport életében. Az életműdíjasok laudációját Pálfalvi Gábor, a Győri Sportcsillagok Emléke Gyűjtő Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette. Az édesapa sport iránti szeretete mellett szorgalmával, elkötelezettségével a gazdasági életben is sikeres vállalkozóvá vált. A rendszerváltás idején megalapította a gyorsan országosan is komoly hírnevet szerzett cégcsoportot, amely rövid idő alatt a térség egyik legsikeresebb és legnagyobb adófizető vállalkozásává nőtte ki magát. Az ismert közmondás, miszerint az almák nem esnek messze a fájuktól, ebben a családban is találónak bizonyult. A fivérek ugyanis édesapjuk nagy örömére hozzá hasonlóan rajongtak a sportért. A fiatalabbik fiú a kézilabdával kacérkodott, csak nem az élvonalig vitte, míg az idősebb fiú a papa nyomdokaiba lépve a bőrlabdával kötött barátságot. Sportágában ő sem bizonyult ügyetlennek. Nem vitás, a futball mindig központi szerepet játszott a család életében, olyannyira, hogy az édesapa a cég dolgozóinak külön szektorba váltott bérletet a hajdani Rába Eto együttesének mérkőzéseire. Cége ügyvezetőjeként a Patinás Zöldfehér Klub elnökségébe is beválasztották, majd a klub privatizációja során 26%-os tulajdonrészt szerzett az NB1-es csapatot működtető gazdasági társaságban. Több mint két évtizeden át az édesapa és a két fia együtt jártak hétvégeken az élvonalbeli mérkőzésekre. Egy ideig az Etóért szorítottak, majd szűke pátriájuk csapata a Gyirmótesse felé fordultak. Afelé a gárda felé, amely elődjének pályáját 1993-ban az önkormányzat megpróbálta házhelyekké parcelláztatni. A tiltakozók között már ott volt a család fiatalabbik tagja is, aki aztán társaival megalapította az 1975 óta sportegyesület nélkül maradt győri városrészben a Gyirmótessét, egyúttal megakadályozták a pálya felosztását is. Így több mint 30 éve annak, hogy kezdetét vehette az újkori sportélet, a futballal a középpontban Gyirmóton. A bajnoki mérkőzésekre alkalmatlan terület hüvesítését a sportágért rajongó édesapa és két fia, valamint további két helyi sportbarát finanszírozta. Öltöző nélkül a városi B-osztályban 1993-ban kezdte pályafutását a gyirmóti fiatalokból verbúvált csapat, amely 22 év után jutott el az NB3-ig, ahol már a történetünkben szereplő család vállalkozása lett az együttes főszereplője, illetve főszponzora, a kisebbik fiú pedig 2004-től a mai napig az elnöke. Az édesapa 2005-ben még megérhette a csapat feljutott az NB2-be, és az új centerpálya sorrendben a második átadását is, amelyet egy év múlva világítással is elláttak. Váratlan halálát követően két fia vett át a cégcsoport irányítását, akik az általa képviselt szellemiség őrzői ma is. A fivérek sportiránti fanatizmusának és határtalan szorgalmának köszönhetően az utóbbi csaknem két évtizedben szinte gombamódra nőttek ki a földből a futballpályák, a műhüves játékterek Gyirmóton. Jelenleg 8 világítással is ellátott pálya segíti a csaknem 400 fiatal sportolását biztosító egyesület és az NB2-es csapat szakmai munkáját. Alig ha véletlen, hogy a Gyirmótesse a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt tehetségközpontja is. Az édesapa hajdanán ugyan igyekezett visszafogni az NB1-ről álmodó kisebbik fiát, ám halálát követően ez az álom mégis valóra vált. Utólag bizonyára büszke rá odafönt, hogy a fiai
háromszor is a magyar labdarúgás élvonalába menedzselték a 30 éve a városi B-osztályból indult Gyirmóti gárdát, akik 15 éve a sportkör mellett a futballcsapatot üzemeltető gazdasági társaság alapító tagjai is, amelynek egyelő részben tulajdonosai, a kisebbik fiú pedig ügyvezetője is. Ugyan ők álmodták meg a Gyirmóti Szabadidő és Sportközpontot, s a 90-es évek elejétől folyamatosan bővülő, ma már 30 hektáros területen. Az 5000 nézőt befogadó futballstadion és az edzőpályák mellett impozáns sportszálloda, étterem, horgásztó, szabadidőpark létesült, ahol szívesen látják a mozogni, sportolni vágyó győrieket. Örömmel tapasztalják, hogy egyre több család kirándul a szabadidőcentrumba, amelyet már a sétálni, kocogni és futni vágyók is felfedeztek. A 25. Győr sportjáért életműdíj tulajdonosai tehát Horváth Ferenc és Horváth Ernő, akik édesapjuk után szívükön viselik nem csak a gyirmóti, hanem Győrváros sportját is. Köszönöm azoknak, mindazoknak, akik ezt a egyrészt a díjat odaítélték, másrészt azoknak, akik a munkánkat segítették, azoknak, akik lehetővé tették, hogy tudjuk segíteni. Tehát kezdve attól, hogy édesapám megalapította a céget, bevont bennünket a gazdasági munkába, majd a sportban is közösen ténykedtünk, aztán a családom minden tagjának, aki ezt mindegyiket tulajdonképpen támogatta, mindegyik tevékenységünket, de emellett feleségemnek, persze két felnőtt gyerekemnek, családtagjainknak, édesanyámnak is, és tulajdonképpen szeretném megköszönni a Alkufer Kft. Kollektívájának is, meg a Gyirmolt FC minden tagjának, hogy ehhez hozzá segítettek bennünket. Abba bízom, hogy még tudjuk folytatni, leszünk olyan helyzetben a jövőben is, hogy gazdasági helyzetben, hogy tudjuk a sportot támogatni, egyéb más karitatív tényezők mellett. Mellette még abban is, hogy talán a harmadik generáció is átveszi mind a gazdaságba, mind pedig a közérdekű felelősségvállalásba való szerepünket, úgy a sportban, meg az élet más területén. Amikor kikapunk valamikor egy mérkőzésen, tulajdonképpen azt szokott olyankor eszembe jutni, amit apám mondott, hogy akkor is ez a mi csapatunk. 90-es években, amikor gazdasági társaságot lehetett alapítani, akkor közösen gondolta a család, hogy gazdasági társaságot alapít, és ez így volt a földvásárlásoknál, így volt a sportfinanszírozásnál is, hogy mindig, amikor volt egy kis forrás, volt egy kis lehetőségünk, akkor közösen úgy döntöttünk, hogy csináljuk, és ez ugye a kettőnk közötti munkamegosztásból fakadóan egy kicsit több rész esett rám a sportnál, de ugyanúgy részt vállalt benne a testvérem, a Feri is, úgyhogy a mai napig ezt csináljuk 90 óta, közösen irányítjuk a cégcsoportot, és közösen menedzseljük a futballcsapatunkat is, ahol most már 400 gyerek sportol, és a 7 évestől a 21 évesig három lánycsapattal együtt gyakorlatilag az amatőr része és a szponzorált KFT-ben lévő felnőtt kirakatcsapat pedig a gazdasági társaságban futballozik. Édesapátoktól örököltétek meg a sport szeretetét, át lehet ezt adni a fiataloknak? Ugyanúgy tudnak érdeklődni és rajongani iránta, mint ti? Egy kicsit azért ez nehezebb lesz, mert az érdeklődés azért más irányba is van, de látva azt, hogy milyen értéket lehet teremteni ezzel a sporttal és milyen közösséget, én azt gondolom, hogy rájuk fog ragadni ez. A két fiú egyébként, a testvérem fia az Áron, illetve az Ádám fiam, a utánpótlás korosztályban játszott is egy Gyirmótba, de hát ő belőlük nem lett úgymond profi labdarúgó, meg mindenkiből nem lett profi labdarúgó, de egy közösséghez tartozik 15 évig, és az a több ezer gyerek, aki 93-tól itt felnőtt, az mind Gyirmótinak vallja magát, és az öltöző, a csapat, az magával ragadja, és megpróbál csapatba gondolkozni majd.